Korvin Fejezetek a kibeszéletlen magyar történelemből. Papendre műsora. Szeretettel köszöndöm a Karcefem stúdiójában Ligeti Dávid történészt, a Veritas Történet Kutató Intézet tudományos munkatársát. Nemrég rendezett a Veritas Történelmi Kutató Intézet az Országgyűlés Hivatalának közgyűjteményi és közművelési igazgatóságával, valamint a Magyar Történelmi Társulattal egy közös konferenciát, amelynek a témája az volt, a Szent Korona és a Koronázási Jelvények története és szerepe a 20. században. Ebből önre jutott előadás az arról szólt, hogy a Szent Korona és Magyarország 1945 és 1978 között. Hát ebben az időben a Szent Korona távol volt Magyarországtól. Egy írása megjelent erről a, a, a Rubikon folyóiratban is, de hát ugye itt is úgy említette, hogy ez a detronizált Szent Korona időszaka volt. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, mindenképpen ennek a 33 évnek ez talán a legfontosabb jelzője, hogy nem csupán az országtól távol volt a Szent Korona, hanem megfigyelhetünk egy deszakralizációs folyamatot. Tehát nem csak egy detronizálás, hanem deszakralizáció. Így van, így van. Tehát magyarul a szent jelző kopott le erről a koronáról, és ahogy a korszakban előre haladunk, egyre inkább egy puszta múzeumi tárgyként tekint rá a magyarországi hát kommunista államhatalom. Tehát egy nagyon fontos kérdés ez, hogy mennyiben játszott szerepet abban, hogy a korona viszonylag későn kerülhetett haza 1978-ban az a tény, hogy mint tudjuk a rövid második magyar köztársasági epizód után, tehát 1946-tól 49-ig terjedő időszak után, Ugye egyértelműen egy olyan államhatalom épül ki Magyarországon, amely hát nem is tud, de nem is akar mit kezdeni lényegében a múltjával. Hát emlékezünk csak a <kül> Internacionáléban megénekelt, ha a múltat végképp eltörölni frázisra. Tehát mindenképpen egy ilyen helyzetben újra kellett értékelni az államhatalomnak is, hogy mit lehet kezdeni a Szent Koronával, illetve hát a Magyar Királyi Koronával. A rákoség nagyon akarták, hogy visszakapják az amerikai hadseregtől. Amerika, az Egyesült Államok kormányzatától a Szent Koronát. Igen, ez egy fontos presztízs kérdés volt, és lényegében kapcsolódott a második világháborút követő restitúciós folyamatokhoz. De mindenképpen Rákosiék szemében az, az, a szempont is szerepet játszott, vagy a gondolkodásukat alakította, hogy egy korona valamiképpen szimbolikus értelemben fegyverként is használható, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy jól lehet, 1921-ben megtörtént a Haszburg ház tronfosztásai, mert a magyar történelemben lényegében harmadik egyes számítások szerint már negyedik alkalommal, de ennek ellenére végig megmaradt annak a lehetősége a horti korszakban, hogy egyfajta legitimációs, illetve legitimista változás álljon be. Magyarul a királyság a király személy által is helyreállítassék. És ez a lehetőség, ez még 1945 után sem teljesen veszett el, amit jól mutat az a tény, hogy ha megnézzük például Mincenti József Esztergomi érseknek, a még a második magyar köztársaság idején tett politikai lépéseit, illetve a levelezését, visszaemlékezését, akkor látjuk azt, hogy ő maga például reális opcióként tekintett arra a lehetőségre, hogy a Magyarországon a monarchiát restaurálni lehessen. És jó lehet, aztán 48-49-ben ez nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem lehetséges, amikor megkövet, elkövetkezik a fordulat 1948-49-ben, de az biztos, hogy a fenyegetés, amit most idézőben mondtam a fenyegetés szót, az mindig ott lebegett rákosség fele fölött, hogy hát ugye ez egy ellenséges hatalomnál van ez a korona, tudták azt, hogy tulajdonképpen Hasburg Ottoval kifejezetten jó kapcsolatot ápoltak az amerikaiak, lényegében Hasburg -Ottó ekkor tudja elindítani azt a politikai karrierét, ami tulajdonképpen majd 1989-90 körül teljesedik be a bajor politikai életben, tehát mindent egybevetve ez egy fontos szempont volt számunkra, hogy lehetőség szerint ezt a problémát ennek ö, alkalmazásával is ki lehessen iktatni. Egyébként valamikor régen olvastam, lehet, hogy ezt ö, történészek nem osztják, valami olyasmit olvastam, hogy még a teheráni konferencia előtt volt egy olyan elképzelés élt az Egyesült Államokban, hogy Habsburg ott, ott föl fogják használni, és akkor egy olyan fajta kvázi ilyen nem osztrák-magyar monarhiát hoznak létre, hanem hogy benne lett volna úgy tudom Bajorország, Ausztria, Csehország és Szlovákia, Lengyelország, és nem utolsó sorban ugye a mi szempontunkból Magyarország. Nem tudom, hogy ez valamilyen ilyen déli bábos olvasmányom volt, vagy tényleg volt egy ilyen nézet, aztán utána aztán Teherán ezt elsöpörte. Nem is déli bábos volt ez az elképzelés, de a déli német államoknak egyfajta unióba tömörítése, amelyhez Magyarországot is kapcsolták volna, ez nagyon komolyan fölmerült. Tehát pontosan amikor kezdeni tehát kezdeni kellett valamit azzal a problémával, hogy mi legyen Németországgal, hát ezt felismertik az amerikaiak, hogy Németország ebben az állapotában, ami még az első világháború után is jellemeztetett, ami benne voltak még a keleti területek, vagy mint kelet poroszország egy része, ebben az állapotában is egy szent túlerős hatalmat képviselt, és ezért felmerült az a szempont, hogy ezt a hatalmat ketté kéne választani, és logikusan jött az a felvetés, hogy lényegében a konfesszionális, tehát hitelvi megosztást valósítják meg, magyarul az északi evangélikus területeket leválasztják a katolikus déli területekről, vagy hát ezt fordítva is lehet mondani, de a lényeg az, az, hogy voltak ilyen elképzelések, és valóban ez visszautalva a hazánk esetére is, fölmerült az, hogy mi egy egyfajta délnémet tömbhöz csatlakozunk, és ebben a relációban valóban az is fölmerült, hogy a Habsburg restaurációt valamilyen szinten meg lehessen valósítani. Tehát itt ezt nagyon fontos látnunk, hogy tulajdonképpen azt látjuk a nyugati hatalmaknál, hogy egyfajta revíziója következik be az első világháború utáni párizsi békészerződésekben megfogalmazott elveknek, amikor Expressis Verbis megfogalmazták azt, hogy a haszburók nem lehetnek hatalmon Közép-Európában, ennek a következménye volt aztán például a Úgynevezett királypucsok idején, 1921-ben, az, hogy a kisantant lényegében háborúval fenyegette meg Magyarországot, amennyiben restaurálja a monarchiát. Tehát, hogy a, egy, ilyen következményei is voltak, és ezek a szempontok a második világháború után picit átértékelődtek, mert akkor meg rájöttek arra, hogy ha jobban meggondoljuk, akkor ez a közép-európai térség itt kisebb államokra szabdalva elég életképtelennek bizonyult a német, illetve aztán a szovjet fenyegetéssel szemben, és akkor előtt érbe került az a szempont, ami az osztrák-magyar monarhiával vagy korábban a hazú birodalommal kapcsolatban is gyelvárásként fogalmazódott meg, nevezetesen, hogy egyfajta gát szerepet töltsön be itt közép-európában, tehát ugye egyfajta elválaszza a még nagyobb hatalmakat egymástól, és a kisebb, kisebb kisebb területek integrációjával járuljon hozzá az Európai Erőegyensúlyhoz. Na most ennek az elképzelésnek, ugye ebben az elképzelésben Habsburg -ottól lett volna ennek a területnek az uralkodója. Ő ugyanis nagyon ellene volt a, a hitlerfére náci rezsimnek. De hát aztán utána valami miatt ugye már, már a háború közben változott ez az elképzelés. Tehát már Teheránban, ha jól érzem én, akkor ugye ott már, ott már ez lekerült a napi rendről valami, valami vagy valakik miatt? Igen, tehát 1943-ban valóban az amerikaiak valahol felhagytak ezekkel a tervekkel, és elfogadták lényegében azt, hogy kelt Közép-Európa és Közép-Európának lényegében a nyugati felének egy nagy része is szovjet felhatósága alá kerüljön. Ezt egyébként nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert aztán, amikor lesz majd az 1945-ös rendezés, illetve az, az, az követő évek, akkor mindig fölmerül az a kívánság, hogy gyakorlatilag ez a tér sikerüljön ki a szovjet érdekszféra alól. És valójában tényleg ez, ezt lehet elmondani, hogy ez a kérdés már 1943-ban ilyetén formán eldőlt, aztán persze lesznek korrekciók majd Jaltában meg Pozdánban, hogy ez pontosan öm, milyen szinten valósuljon meg, milyenek legyenek például az új határok, de a lényeg az az, hogy az amerikaiak elfogadták ezt a koncepciót, amit lényegében Stálin terjesztett elő, vagyis hogy ez a térség egyfajta szovjet érdekszférává, egy szovjet védővezeté, így is lehetne fogalmazni, változzék. Az ön előadásában volt egy ilyen mondat, hogy a Szent Korona 1945-ben majdnem egy évi úgy volt távol az országtól, hogy az formailag még királyság volt. Így van, tehát 1945-ben lényegében már nem volt itt a, a magyar területen a Szent Korona, és ekkor pro forma még királyság volt az ország államformáján. Tehát ezért is azt fontosan tartom hangsúlyozni, hogy maga az, hogy a korona egy tárgyá zűlik, vissza lehet így fogalmazni, az nagy szerepe volt annak, hogy egy államformaváltás következik be 1946-ban, amely aztán három éve később egy újabb államformaváltás követ a Népköztársaság keretében. Nagyon jellemző volt az, amit írt, ugye kikutatott, és ugye, hogy mint viszonyultak mindehez a, a különböző politikai, politikai pártok és mindjárt keresem itt a papírjaim között, hogy igen, ilyeneket mondtak, hogy az ország nem a korona, hanem a magyar nép és Kosutországa. a nép a jogforrás, nem a korona, vagy a történelmi tradíció nekünk dózsa trónja, és hát akkor utána itt vannak még ilyen elég ilyen szörnyű megfogalmazások. Ezt úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy valójában ebben a kérdésben is a Horti korszaknak a egyfajta kétarcúsága figyelhető meg, tehát valójában ezek a szólamok leginkább a Szent Korona tan ellen szóltak, amelynek az elméleti kidolgozásáról szintén volt szó. Ezen a konferencián. és... hallgatóinak mondjuk el, lesz erről szó majd nem, de azért röviden foglalja össze, kérem, hogy mit, mit kifogásoltak ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban inkább azt kifogásolták, mi volt a meg mi volt az, ami. Hogy tagadták maga a Szent Korona tanelméletét is, magyarul azt, hogy a Szent Korona egy gyakorlatilag egy államjogi entitást képvisel a Magyarországon belül, illetve a magyar közjogban, ha lehet így fogalmazni, és Lényegében úgy, úgy tekintették, hogy ez ö, idegen a magyar hagyományoktól, egy kifacsart jogi évedésen tartották, amelyen pusztán a horti korszak akarta a saját ö, legitimációját növelni. Ebben annyi igazság volt, hogy a horti korszak király hiányában muszáj volt, hogy újra értelmezzen magát a királyságnak a fogalmát, magának a királyságnak a kereteit is, hiszen a király posztját nem töltötték be újra, nem, nem koronáztak újabb királyt Negyedik károly után, és ezért muszáj volt keresni azokat a pontokat, amelyekből le lehetett vezetni azt, hogy hogyan lehet működőképes egy király nélküli királyság. És azt gondolom, hogy 1945-46-ban pont ezek az idézetek, amelyet ön is idézett a tanulmányból, erre e a helyzetre reflektálnak leginkább, a lehet így fogalmazni, de megtestesítik azt a, a republikánus hagyományt és elvárást is, hogy ez az ország a koronától kvázi váljon el, arra tényleg csak egy múzeumi tárként tekintsen. És ezt azért tartom most fontosnak hangsúlyozni, hiszen épp a napokban lesz, szó, illetve volt az első magyar népköztársaságnak, vagyis a Károlyi féle első köztársaságnak a 100 éves centenárium évfordulója is, és ott is már 1918-ban ezek a szólamok nagy mértékben előöttek, illetve megfogalmazottak, amelyek lényegében a 45 45-46-ban is megismétlődnek. Tehát egy nagyon éles cezúrát jelentett maga a Szent Korona, mint tárgy, mint egy entitás a két oldal közötti harcban lehet így fogalmazni, tehát itt is az a nagyon éles kettőség figyelhető meg, amely az 1945 előtti világ és a 45 utáni világ között lényegében egy frontvonalaként húzódott. Nagyon megható volt számomra egy idézete önnek, Ezt Slakta Margittól, a keresztény női tábor vezetőjétől idézett, éppen ugye a köztársaságról szól bevezetéséről szóló törvény, nem tesz említést a Szent Koronáról, és erre sakta Margit azt a következőket mondta. A Szent Korona a nem fikció, ilyet állítani igen nagy tévedés. A Szent Korona ugyanis ebben a felfogásban állandóan inti a hatalom két hordozóját, a nemzetet és a királyt a jogelviségre. A képviselőnő azt is helyesen ismerte fel, hogy amennyiben a koronázási jelvények visszatérnek Magyarországra, ugye ekkor az Egyesült Államok Nak a birtokában voltak, akkor majd intézkedés történik arról, mi legyen a Szent Koronával, és esetleg elhatározzák, hogy betegyék a múzeumba. a detronizált Szent Korona már egy halott korona lesz. Nem élő személyiség, mint most, mikor élő jelkép és élő jogforrás, olyan lesz, mint egy drága halott, akit beteszünk a koporsóba, és tudatunk van arról, hogy csak hol teste van itt megható és megdöbbentő sorok, és milyen pontosan jelezték előre a történteket számomra. Köszönöm, hogy ezt megtalálta, és nem tudtam megállni, hogy ne olvassam föl. Igen, mindenképpen úgy látom, hogy ezeket a mondatokat érdemes volt felolvasni, és azt hiszem, hogy ennél jobban nem is tudjuk összefoglalni ennek az egész problémának a lényegét, amely meghatározta azt, a nem pusztán az 1945-től 78-ig terjedő időszak történelmét a Szent Korona hanem azt kell valahol mondanunk, hogy talán mind a mai napig ez a szempont, vagy ez az ellentét megjelenik, bár kétségtelenül jelentősen oldódott főleg az utóbbi években, és főleg a 2000-es országgyűlésben való elhelyezés óta. De a lényeg az az, hogy, hogy Slachta jól érezte meg azt a problémát, hogy amennyiben a, kivonjuk a koronából a szakrális jelleget, tehát kivonjuk azt a történeti hagyományt, amely a Szent Koronát övezte, akkor valójában a magyar történeti hagyományból is egy értékes részt veszünk el, amelynek lehet, hogy azt mondani ilyen ilyetén módon, hogy csak szimbóluma a korona, de mindenképpen egy olyan megfogható dolog ez, amelyel számolni kell. És hát itt utalnom kell arra, hogy még az 1989 után is mikor a harmadik magyar köztársaság kezdte meg működését, hát többször elhangzott az, hogy tulajdonképpen mit kezdjünk a koronával, ennek a múzeumban lenne a helye, vagy emlékeztetünk arra a hírhett SDS-es, SDS körökből megfogalmazott, mond, így van, így van. Tehát ez, ez mindenképpen egy élő probléma. Azt kell mondjam, szerintem mind a mai napig, hiszen emlékeztetünk rá például, hogy talán pont 10 éve, vagy 10 valahány éve, amikor Angela Merkel tett látogatást hazánkban, akkor Gyurcsány Ferenc mondta azt per, -per nem, hogy amikor az országházban volt, a kancellár asszonyt, hogy hát itt van a korona, lenne, igazából nem tudunk vele mit kezdeni, mert mi egy köztársaság vagyunk, és igazából nem, nem itt lenne a helye a koronának. Tehát azt az kell látnunk, hogy ez a probléma mind a mai napig elkísér minket, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy történtek ebben változások, illetve most pont ez a 40 éves évforduló alkalmat kínált arra, hogy Kicsit áttekintsük, nem csak az 1978. évi visszatérés, hanem az egész Szent Korona történetére visszatekintsünk. Lehetne említeni az MT által működtetett nagyon kiváló Szent Korona csoportot, amely különösen van, kutató kutatócsoport, amely Páfi Géza professzorú vezetés alatt nagyon kiváló eredményeket prezentált ebben a tárgyban, de mindezeket látni kell, hogy ennek ellenére a disputák, illetve hát a viták nem szűntek meg a, a Szent Koronával kapcsolatban, és ezekre azt gondolom, hogy a jövőben is számítani kell. Jó, hát ugye akkor beszéltünk a detronizált Szent Koronáról, a következő fejezet címe önnek az volt, hogy a koronátlanított címer. Igen, tehát 1945-46-ban Ismét előkerült az a, megint azt kell mondjam, a republikánus hagyomány, mert kicsit itt magyarul ez a republikánus hagyomány, de való, valóban lehet azt mondani, hogy volt egyfajta köztársasági gondolkodás, illetve hagyomány már ekkora Magyarországon. Tehát ismét előkerült az a probléma, hogy amennyiben köztársaságban élünk, vagy köztársaságot szeretnénk alkotni, akkor a magyar címerben, magyar címeren van-e helye a Szent Koronának? Én Ez... valahonnan idéztem azt hiszem a népszavát, hogy azt mondja, hogy ugyanilyen jogon benne lehetne akkor a Pride Kódex is. Igen, tehát ez, ez, megint egy ilyen nagyon szimbolikus Pulgáris. vita, de hát emlékeztetünk rá, hogy ez ugyanaz ez a vita ez lefolytatásra került a rendszerváltás idején 1989-90-ben is, akkor ugyanez a lényegében a kosú címer, tehát a Szent Koronékli Magyar Közép címer versus lényegében a mai címer közötti választás került szóba. Ugyanez történt 1946 elején is, tehát számot kellett azzal vetni, hogy milyen legyen az új államnak a címen. És az az érdekes, hogy olyan nyílt vitára, mint amilyen 1989-ben került sor, ez nem történt meg 46-ban, tehát kicsit ugye a, a háttérben, a színfalak mögött történt ö, ez a folyamat, és ennek az volt az eredője, hogy 46. június 4-én, tehát pont megint ez az átkos június 4-i dátum kerül elő, akkor jelenik meg az úgy ez első ö, hivatalos közlöny, hogy o, olyan címer, amely már nem tartalmazza a Szent Koronát, illetve a lényegében a, a kosú címert közölték le a címlapon, és ez volt egy olyan cezúra, ami után elkezdett ez elterjedni, hogy akkor, akkor, ezt el lehessen hagyni. De nem volt egy olyan, nem tudunk megmondani olyan központi dátumot, vagy egy olyan központi rendelti napot, amikor azt mondták volna, hogy na ettől a naptól fogva akkor már ne alkalmazzuk, és itt is élt az a az a hagyomány, ami kicsit a mai napokban is még visszaköszön, hogy olyan hivatkozásra például, hogy használjuk-e a régi pecséteket, vagy a régi ügyirat nyomtatványokat, még alkalmazták még 46. júniusa után is a régi címeres nyomtatványokat, azonban ekkor lehet azt mondani már, hogy valójában megtörtént a címerváltás, és ez megint azt gondolom, hogy egy szimbolikus értelemben jelzi azt, hogy milyen mentalitásbeli, vagy gondolkodásbeli változások kísérték a Szent Korona sorsán. Ja, hát itt megint akkor egy ilyen apró idézet csak, hogy ugye azt mondták, hogy a honvédségi egyenruhákról, sapkákról is le lecserélték a gombokat, és a koronákat, és ezt látjuk az évszázados feudál legitimista szellem lassú sorvadását és helyébe a Martinovicsok, Petőfi, kosutok és Táncsicsok magyar radikalizmusának izmosodását a Szent Korona a hamis államjogi tana hát, helyett a népfenség elvének gyakorlati érvényesülését. Szóval, mint hogyha, és ő többször említette, utalt ugye 89-90-es évekre, mint hogyha nem változott volna semmi, de önnek volt egy nagyon érdekes mondata, hogy most 89-90-ben, mint hogyha erősebb lett volna ez a vita, akkor inkább a színfalak mögött végezték. Mi lehet ennek az oka? erősödött az a tábor, amelyik, amelyik ezt kifogásolta? Ez én is sokat gondolkoztam, de én nem tudom megmondani az exalt választ rám. Valószínűleg tartom inkább az, az a tényező lépett előtérben, hogy eddigre már megkezdődött a köztársaságban a lényegében a kis gazdapárti, illetve hát a nem kommunista politikai erőknek a lassú felszámolása, és egyszerűen azon drámai változások közepette, amelyek bekövetkeztek, ez egy másodrendű ügyé vált. A rendszerváltás idején viszont azért lépett előtérbe, mert akkor nem voltak olyan súlyos, tehát most a 46-os helyzethez képest kell gondolkoznunk természetesen, ügyek, amelyeketől elvonhatták volna a figyelmet, és azt gondolom, hogy az, az az elmúlt 40 év, amely 1946 és 89 között, tehát 43 év eltelt, az is hozzájárulhatott ehhez, hogy addigra már fölnagyok ott a két generáció úgy, hogy a Szent Korona mentes világban nőtt fel, tehát eddigre már ez egy generációs ellentét változott. Mi 46-ban még ez a tényező nem jelent meg ilyeté módon, sőt azt kell mondjuk, hogy 46-ban ezt ki lehet talán jelenteni, főleg a, például a Kisgazdapártnak a 45-ös választásokon elért 57%-os eredményéből kiindulva, hogy többségben voltak azok az erők, vagy azon politikai erők, amelyek a Szent Koronatant úgy elfogadták, hogy gyakorlatilag elismerték annak a történeti hagyománynak a jelentőségét. Tehát kisebbségben voltak kvázi így a progresszív baloldali gondolkodók, és azt gondolom, hogy 46-ban azért se bolygatták annyira ezt a kérdést, mert nem, nem, nem kívánták felingerelni azt a többséget, amelyet tudták, hogy a csendes többség a túloldalon megvan, tehát ott van, és valószínűleg ilyen politikai számítások is szerepet játszottak ebben. Köszönöm szépen, javaslom, hogy néhány taktúr zene után folytassuk a beszélgetést, addig egy kis gondolkodási szünetet is jelent az, és utána folytatjuk a beszélgetést Ligeti Dáviddal, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársával. Korvin Lapok. Mítoszok közt él a nemzet, de a tények tartják horgonyait. A mikrofonnál Papendre. És akkor folytassuk a beszélgetést Ligeti Dáviddal, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársával. Ugye az amerikaiak kezébe ez hogy került a korona? Tehát ők nem hadizsákmányként tekintettek rá. A koronát lényegében 1945. márciusában jutották ki Magyarországról. Lényegében a koronaőrséget képviselő csapatok erők, és a, valóban, tehát az amerikaiaknak ők ezt a koronát átadták hivatalosan, tehát nem hadizsákmányként kezelték az amerikaiak, Sőt, azt is lehet mondani, hogy amikor a koronát 45-ben nyugati területekre mennekítik, akkor az a, az a történeti hagyományai szembe néz a koronaőrség, amely őket arra kötelezte, hogy nem lehet a történeti Magyarország határain kívül elvinni a koronai ékszereket. Igen, de már többször volt olyan korábban, hogy éppen az uralkodó kérte azt, hogy meg hát a belátás török időkben, hogy veszély esetén mentének kell a. Korona. Így van, tehát a, ez egy nagyon fontos dilemmát képzett a korábbi évszázadokban is, és valószínűleg ezért is került bele a hagyományba, illetve hát az előírások közé, hogy lehetőség szerint ne vigyék el a koronát az országból, mert többször volt arra példa, hogy kicsempézték a koronát az országból, illetve hát a valóban, amit ön is említett, hogy voltak olyan évtizedek, amikor hosszú évtizedekre nem Magyarországon volt a korona fizikailag, de ezek valóban abban a szempontból különböztek a 45-78 közötti időszakról, hogy itt egy nem önkéntes, tehát nem a magyar király döntéséből származó ügyről volt szó, hanem gyakorlatilag egy kényszerhelyzetben a koronavírusig azon félelmétől vezérelve, hogy a, ha a bolsevik kézre kerül a korona, akkor gyakorlatilag a megsemmisítés vagy más hasonló balsors elé néz, néznek a koronai szere következik be. Szóval ezt akarták megelőzni azzal, hogy lehetőség szerint nyugati területekre jutassák el a magyar királyi elvényeket. Ö, egyébként a Szent Korona ügy ez a Mindszenti József Herceg Prímás elleni koncepciós per egyik vádpontját is képezte. Hogy került ő ebbe a Perbe. a Szent Korona is ő ebbe a perbe. Erre részben mutattunk már a műsor első részében, tehát benne volt ez a Mincenti Hasburgottó kapcsolati szál is, tehát hogy fontolgatta kvázi, hogy ott ott királya koronázza, bár erre nem voltak közvetlen bizonyítékok. Az azonban tény, hogy ők kapcsolatban álltak egymással, és ez már önmagában kvázi gyanúsát tette a tett kommunista államhatalomát, akkor még félig meddig államhatalomról lehet csak beszélni, de valójában már a kommunisták kezében volt az irányítása a per idején. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy Mincenti, már önmagában ezzel a kapcsolattal gyanússá vált. Továbbá neki azért voltak olyan szónoklatai beszédei, amiben ő is utalt arra, amiben éves lakta Margittal értette egyet, tehát hogy itt egy történeti hagyomány kivételéről az ország gyakorlatilag elvallástalanodásáról is szó van, tehát egy nagyon komoly problémát látott magában ebben a szimbolikus ügyben, hogy mi történik a Szent Koronával, és ezek mind száka volt lényegében a bolsevikok szemében, tehát lényegében ezek voltak azok a tényezők, amely mind szenti tették. Az, hogy ebből kvázi egy összeesküvést kreáltak, hát főleg itt Alapi Gyula főügyész lehetne említeni, aki ennek, ezen tendenciák mellett volt, az már része volt annak a koncepciós per jellegének, amelyet, amelyet Mincentit sújtották, vagy amelyel Mincentit denunciálni kívánták. Tehát lényegében valós forrásokat fűztek úgy egybe, minthogyha Mincenti a Szent Koronát felhasználva kívánna megdönteni a kommunista hatalmat. És ez, ez egy olyan pont, ahol Valójában azt lehet elmondani, hogy Mincenti perében nem a Szent Korona vált a első számú vártpont, tehát nem ez volt az a vártpont, ami leginkább Mincenti sújtotta, ez inkább egy kiegészítő, egy ilyen addicionális tény volt azokkal a vádokkal, vagy a vádok mellett, amelyek, amelyekkel Mincenti Tehát itt meg lehetett fogalmazni azt, hogy egy államellenes összeesküvést kreált, Ebből a vonatkozásból idegen hatalmakkal, elsősorban a Vatikánnal lépett kapcsolatban, amíg önmagám egy picit nevetségesen hangzik, de a perben ezt olvashatjuk, hogy gyakorlatilag a Vatikán, mint egy ilyen összeesküvő tényező, vagy egy összeesküvés generáló államként állt a dolgok mögött, és ezek már elegendők voltak ahhoz, hogy a perben ezt a szállat így felhasználják. Igen, mert ugye Mincent József írt egy levelet 12. Piusnak, hogy hát akkor legyen a küldőnél, ugye? Ugye a Vatikánból a pápától kapta ugye a koronát szent is, bár ugye nem ez a korona volt az, ez már ma már véglegesen tisztáztuk, nem korona, de akkor is, hogy ez a korona kerüljön oda, mivel Magyarország már nem királyság, nincs, detronizálva van a szent korona, akkor kerüljön vissza a küldőt. Ezt ö, azt hiszem, egyértelmű volt, hogy ezt tudták is róla, hogy ezt a levelet megírta 12. Piusnak. Igen, tehát ez, ez valóban itt levél volt, és Mincenti ebben gondolkodott, hogy, valóban a lényegében a Rómába helyezzék el, vissza, Rómába küldjék vissza, illetve Rómában helyezzék el a Szent Koronát, talán benne volt az a várakozásban, nem volt konkrét írásos bizonyíték, hogy ez egy egy letéti időszakról lenne szó, amíg majd restaurálni lehet a monarchiát Magyarországon, tehát amikor gyakorlatilag újra ö, funkciót lehet adni a koronának a szó legszorsrabb értelmében. De erre nem voltak konkrét ö, utalások a maga korszakában sem, és a perben sem szedték elő ezt annyira ezt a kérdést, hanem azt mondták, hogy Mincenti felkívánt ugyan használni, a Szent Koronát, azonban ez kvázi csak egy eszköz volt az ő kezében, hogy az államellenes mahinációit megerősítse, ahhoz egy legitimációs forrást teremtsen, hiszen az volt a pernek az egyik fő meglátása vagy, vagy kreálmánya, hogy Mincenti az új államrend ellen lázadt föl kvázi, tehát nem tartott a tisztelben már a köztársaság által meghozott törvényeket, főleg az 1946-os törvényekre kell itt gondolni, tehát ő valójában nem a Régi világot akarta csak visszahozni, hanem azáltal, hogy már az új világ törvényeit szekte meg, szólt a vád, ezzel már önmagában megvalósította azt a bűncselekményt, amely kimerítette a hazavárulás fogalmát. Tehát ezt ez, ez kell látni ebben az egész történetben, hogy így került elő az, hogy 12. Piusszal milyen levelezés folytatott, milyen kapcsolata volt, és ez, ezek alátámaszthatták azokat a vélekedéseket, amiben, ő, amiben a Bíborosban egy árulót láttak. Számomra újdonság volt, mert nyilván nem figyeltem így erre korábban, hogy volt egy bizonyos Robert Vogeler, vagy Vogeler, nem tudom, hogy kell két egy amerikai üzletember, akit koholt vádak alapján kémkedés vágyával elítéltek a rákosi rendszerben, és őt egy ilyen ki akarták cserélni a szent koronára és a koronázási jelvényekre, de hát ez így nem jött össze. Igen, ez egy nagyon tipikus sajátos 50-es évek állapot volt, hogy valóban ez, ez történt, hogy rákosség gondolkoztak abban, hogy lényegében egy amerikai fogolcseré egyezmény keretében szerezzék vissza a koronát, hogy ezt a nevezett üzletembert mert elengedjék. Végül azonban az amerikaiak ellenálltak ennek, és így is szabadon kell bocsájtani az üzletembert, és azt lehet elmondani, hogy már itt megjelenik az a szemlélet egy picit, a mind a két fél részéről hozzá kell tennem, hogy a Szent Korona ügyét egyfajta barterré, egy csereügyletté változtatták, tehát mind a két fél kereste azokat a pontokat, ahol érvelhetett amellett, hogy az egyrészt a korona visszakerüljön Magyarországra, másrészt megnézték azokat a politikai gazdasági kondíciókat, amelyek elfogadásával, vagy amelyek kiterjesztésével ez lehetségesé válhatott volna. És ez, ez, egy nagyon fontos jellemző ennek a korszaknak, ennek a 45-78-ig korszaknak, hogy Lényegében a Szent Korona ugye akkor kerül elő jobban, amikor enyhülnek az amerikai-magyar kapcsolatok, hát ez főleg a, majd a 60-as évek közepén egy rövid periódusról lehet beszélni, majd megint van egy elhidegülési szakasz, hogy aztán a 70-es évek közepén már egy olyan periódus következzen el, amely lényegében a 78-as visszaadásban teljesülhet ki. A, de azt lehet mondani, mint egy ilyen szeizmográf jelezte az amerikai-magyar kapcsolatoknak a minőségét, hogy éppen hogy álltak a tárgyalások a Szent Korona ügyével kapcsolatban? Mindszenti József ugye elhagyta az amerikai nagyköltséget, elhagyta Magyarországot, és akkor ezzel az egyik ilyen nehézség elhárult az útból, de még azért egy idézetet engedjen meg, ugye, hogy 56-ban, ugye a forradalom idején, csak mutatja azt, hogy ki mennyire reálisan látta a dolgokat. Habsburg ott, egy üzenetet küldött ez, amelyben a Szent Korona ügyében kért cselekvést. Erre a bíboros így válaszolt, oly messze vagyunk ettől, oly bizonytalan a helyzet. Tehát ebből látszik, hogy politikailag kihocs, mint látta a, 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 a realitást. Igen, itt még azt tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy 1956-tal kapcsolatban már az látszik, hogy Valójában a Szent Korona ugye nem igazán jelenik meg a forradalmi 13 nap során. Pont ez a mint szenti idézet, és ez a levélváltás nevezhető talán az egyetlen kivételnek, amikor így komolyabban ez szóba került, hogy mikor mi is legyen a koronával. Itt megint azt kell talán kiemelni, hogy nem arról van szó, hogy már eleve ezt mindenki elfejtette volna, vagy már nem érdekelte az embereket, hanem inkább arról van szó, hogy túl rövid idő állt rendelkezésre egyszerűen ahhoz, hogy, egy ilyen viszonylag szimbolikus kérdéssel hosszabban foglalkoznak, amikor tényleg az ország puszta léte, illetve a kormánynak a pontos helyzete, hát ezt hosszan lehetne mondani egy 56-os különadás keretében, de a lényeg a lényeg, hogy én így gondolom, hogy ezért nem került elő komolyabban a, akár mondjuk a hivatalos deklarációkban vagy, vagy nézetekben a Szent Korona Az azonban igaz, hogy Mincenti, amíg az amerikai nagykövetségen volt, tehát 1971-ig, Valójában magával a személyében is akadályozta azt, hogy ez a korona visszakerüljön Magyarországhoz, hiszen ő gyakorlatilag, mint egy ilyen élő mementó a szabadság téren, maga a maga személyével hangsúlyozta azt, hogy lényegében, ami történik Magyarországon, az nem tekinthető legitim folyamatnak, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Szent Korona visszadásával kapcsolatos vitek, amelyek például az amerikai magyar emigrációban is ö, voltak kezdető jelen voltak, tehát 1956-tól kezdve már egészen 1978-ig, azok döntően erre a tényezőre voltak visszavezethetők, hogy mindenki attól tartott, hogyha a kommunista államhatalom kezébe kerül a szent korona, az számukra is egy komoly legitimációs forrás lesz. És azért tartották nagyon fontosnak, ezt az önmagában egyébként csak szimbolikus kérdést, hogy. Hogy ne adják vissza a Szent Koronát a Kádári Magyarországnak, hiszen ezzel akarva-nem akarva legitimálnák például az 56 utáni megtorlásokat. Tehát ez nagyon, nagyon fontos dilemmát képzett, és a, ez a magyar emigráció számára ezért tűnt elfogadhatatlannak a korona visszaadása, hiszen ez gyakorlatilag az ő erőfeszítéséket, vagy az ő személyes áldozataikat is úgy joga úgy, tehát ez nem hiúság vagy becsvágyás kérdése volt, hogy gyakorlatilag az zárójelbe teszi a korszak, vagy egy következő amerikai kormányzat is. Ez a tényező vezetett ad aztán oda ahhoz, hogy lényegében 1975-76-ig komolyan nem került szóba az, hogy a szent koronai visszakerüljön magyarországra, ekkor azonban Amerikában következtek be olyan politikai változások, amelyek a korábban említett szempontokat, hogy miért ne adják vissza a koronát, zárójelbe tették, illetve hát mondhatjuk magát azt, hogy a Mincenti 1971-es távozása is segítette ezt a folyamatot, tehát lényegében az a tényező, ami a amerikai-magyar kapcsolatoknak a legsúlyosabb problématikát jelentett, tehát magyarul maga az esztergomi érsek, ez elhárult a visszaadási folyamat elől, illetve hát a nem akadályozta tovább a korona visszaadását. Úgy tudom, hogy, de javítson ki, hogyha rosszul olvastam valahol, hogy először Kissinger volt az, aki javasolta, igen, bólogat, akkor jól tudtam, hogy Nixonnak, hogy adják vissza a koronát, aztán az ismert események közbejöttek, és aztán utána ez csak Jimmy Carter idején következett be. Hogy került haza végül a korona és a koronázási jelvények? 1977-ben már komoly tárgyalások folytak ebben a vonatkozásban. Azt lehet elmondani, hogy 1977-re az amerikai kormányzat eldöntötte azt, hogy vissza kell adni a koronázási jelvényeket Magyarországnak. A tárgyalásoknak a mélysége és minősége igazából azon függött, vagy azon a körül kérdések körül forogtak, hogy mi is legyen pontosan a visszaadott koronázási jelvényeknek a sorsa, illetve hát milyen körülmények között kezelje azokat a magyar állam. Az amerikai garanciákat kértek arra vonatkozóan, hogy ezeket nem teszik kvázi egy lomtárba, ne adj nem, semmisítik meg. Tehát ez egy nagyon fontos kérésük, vagy lehet így fogalmazni, követelésük volt, hogy a jelvények megtekintetők legyenek, tehát múzeumi tárként kerüljenek lényegében elhelyezésre, és megszabták azt is, hogy hát nem valami vidéki múzeumban száműzik őket hanem ami központi budapesti helyszínen történik ez meg. Tehát ez ez volt a legfontosabb szimbolikus követelés vagy vagy kezdeményezés amerikai részről, amit lehet említeni. Magyar részről pedig azt hangsúlyozták alapvetően, hogy nem kívánták azt érzékeltetni, hogy a magyar államhatalom elfogadja a lényegében a Szent Koronával kapcsolatos korábbi tehát még a Horti korszak idején megfogalmazott nézeteket, hanem azt mondták, hogy egyszerűen egy jeles magyar történelmi tárgyról, egy nem is ez nem, megint nem jó szó, az embernek keresni is kell a szavakat, és a korabeli dokumentumunkban is ez visszatükröződik, hogy keresték a szavakat, hogy pontosan hogyan lehet fogalmazni. A lényeg azonban az, hogy maga a tárgy kerüljön vissza Magyarországra, ezzel az amerikai-magyar kapcsolatokban egy új korszakot lehessen elindítani, és lényegében a a szimbolikus kérdésrendezése az nyisson meg egy új fejezetet az amerikai-magyar kapcsolatokban. Az, hogy egyébként ez a tényező már fölmerült 1977-78-ban, hogy javítani kell az amerikai-magyar kapcsolatokat, illetve hát ez a kérdéssel magával foglalkozni kell, az már egy picit előrevetítette azokat a változásokat, amelyek majd aztán egy bő év, egy évtizeddel később válnak nyilvánvalóvá a szélesebb közvélemény számára, de azt lehet mondani, hogy a káderi Magyarország már ekkor gyakorlatilag egy ilyen eredési állapot elé nézett, hiszen, mint tudjuk, az 1970-es években jelentősen fölgyorsult már az állam eladósodása. Az állam eladósodása mögött pedig jelentős szerepet játszottak, hát nem csak amerikai pénzügyi körök, hanem maga azt lehet mondani, hogy az amerikai politika is, mert ez nincs olyan föltárva, de ez mindenképpen egy fontos szempontot jelentett megítélésem szerint magában a a korona tárgyalásokban is. És azt gondolom, hogy az a tény, hogy aztán négy éve később a az ország, a világbank, majd néhány éve később az IMF tagjává is válik, az ennek a folyamatnak is az eredménye volt, tehát egy szimbolikus közeledés valósult meg, és az amerikaiak, hát ez talán egy kicsi sztereotíp megállapítás, de szerintem igazolható, hogy tényleg egy üzletként tekintettek erre az akcióra. Tehát ők úgy tartották, hogy ez a, a kapcsolatokat, és ez, azt hiszem, ez a normalizáció szó foglalja körül legjobban azt az érdek azonosságot, ami megvalósult a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között, tehát hogy felismerték azt, hogy szükség van arra, hogy a kapcsolatok intenzívebbé váljanak, jobbá váljanak, ha lehet így fogalmazni, de ez már egyben beismerése volt a Kádár korszaknak is, hogy, Revideálni kellett a korábbi elég éles amerikai ellenes kirohannásokat, az elég, elég érdes politikát, amelyet a nyugatiakkal szemben folytattak. Ugyanakkor az amerikai részről is egy változás következett be, hiszen jól látjuk azt, hogy 1963-ig tényleg nyomásról tartották a Kádár kormányzatot. Itt elég arra az EN-szankciókra gondolni, vagy pedig arra a tényre, hogy tényleg szimbolikus értelemben kiálltak a forradalom mellett, az befogadta mégis a több tízezer menekültet, tehát ezekben a kérdésekben elmozdulás következett be, és ez már szerintem kicsit megelőlegezte azokat a folyamatokat, amelyek majd egy évtizedek később majd a rendszerváltásban öltöttek testet. Hát igen, azt hiszem, ekkor voltak legjobbak a magyar-amerikai kapcsolatok, de hát ez, egy, ez, ez megint, ahogy mondtam, hát én is ez egy másik adás témája is lehetne. Minden esetre érdekes volt, ugye, hogy ahhoz ragaszkodtak, hogy Kádár ne legyen ott az átadáson, nem az amerikai elnök hozta, hanem az külügyminiszter Cyrus Vance, aki amúgy egy ilyen emberjogi aktivista is volt elég, eléggé erősen, és ugyanakkor, hogy Kádár ne legyen ott, de a Kádárnál sokkal inkább Eh, hogy mondjam, 56-os megtorlásokban érintett apró Antarról nyilván, vagy valószínűleg nem tudták, hogy ő valójában mit csinált, és ő nyugodtan ott lehetett, mert a tisztsége az volt, hogy az országgyűlés elnöke. Tehát, hogyha ha, ha, egy kicsit utána néztek volna, akkor kiderült volna, hogy hát ha e, -e az ember helyett sokkal inkább legyen a kádár. De hát ez csak egy ilyen laikusnak a... Igen, bár hozzá kell tennünk, hogy azért nehéz lett volna olyan ember találni a kádár korszakból, aki tényleg meg, tudta volna testesíteni azt a szemét, aki a kádár korszak egy ilyen emblematikus figurája is lehetne, de egyben ne legyen 56-os megtorló. Jó, Tehát ilyen, ezt, ezt, ezt kell el. látni, hogy hogy ezért ebből a szempontból nehéz dolgok volt az amerikaiaknak is, de valóban ahogy a téma legkiválóbb magyar kutatója, a Glenn Tibor is megfogalmazta ezt, ez valóban nagyon furcsa uh, sziluett vagy kép, amikor Vance kezet fog apró Antalra. Tehát ezt ez, ez, látni kell, hogy tényleg ezután felmerül a kérdés, hogy Cyrus Vance, hogyha meg tudta volna ezeket az információkat, akkor megtette volna ezt, illetve ha tudta, mert elképzelhető, hogy tudta, ezt nem tudjuk teljes bizonyossága kijelenteni, hogy, hogy nem tudta, akkor viszont ö, komoly kérdés az, hogy a reggeli borotválkozásnál hogyan tud benézni a tükörbe. Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly dilemma, és, és azt az kell, hogy mondjam, hogy valójában ez az a kettősség jellemezte végig nem csak a tárgyalásokat, hanem magát ezt a visszaadási folyamatot is. Hozzá kell tennünk, hogy ö, így hosszú távon, illetve hát utólag 40 évvel az események után visszatekintve, azt mondhatjuk viszont el, hogy. Maga a Kádár Kádári korszak, illetve maga a Kádár is talán egy politikai hibát követett el ezzel a korona kapcsolatban. Most a saját szempontját tekintve mondtam ezt a hibát, hiszen az ország szempontjából szerintem azért ki lehet jelenteni, hogy mindenképpen jó döntés volt, hogy visszakerülhetett Magyarországhoz a korona, bár tiszteletben kell tartani a magyar emigrációnak a véleményét, és még egyszer mondom, hogy teljesen emberileg érthető, ahogyan ők gondolkodtak, és valószínűleg az ő helyükben mi is vagy bármely ember, aki bekerült van az ő helyükbe, így gondolkodott volna. De most más szempontokat mérlegetéve azt lehet elmondani, hogy Kádárik viszont nem tudták azt megvalósítani teljes mértékben, hogy pusztán egy múzeumi tárgyként fogadják vissza a koronát. És ezt nagyon jól bemutatják a kortes visszaemlékezések, amelyeket szintén Glantibor gyűjtött egybe. Tehát például, hogy Iléz Júlájék, vagy a népírók egy része, aki még megélhette 1978-at, hogy éltem meg ezt az eseményt, hiszen tudjuk, hogy a horti korszakban minden bíró ítélt úgy kezdődött, hogy a, a, Magyar Szent Korona nevében történik ez, meg ez, meg ez. De ennek ellenére ők maguk leírják, hogy, hogy voltak ítéltek velük szemben ebben a, ennek a tárnak a nevében. Most mégis úgy érezték, hogy a történelmi pillanat részesei, de nem negatív, hanem pozitív értelemben. Vagy lehet nem például az amerikai delegációban, ö, amit a írásomban egy helyen idéztem is a az egyik delegátusnak a visszaemlékezését, ami, aki úgy fogalmazott, hogy a nem tudta, vagy nem, nem tudta felfogni, hogy mennyire szent volt a magyarok számára ez a tár, és így szó szerint idézem, az emberek letéleltek az út mentén, ahogy elhaladt mellettük a küldöttség, rendkívül fontos volt számukra. Olyan volt, mintha fény vette volna körül, hihetetlen volt. Sugárzott ezekre az emberekre, sírű csend honolt, úgy vitték, mint egy gyermeket. Ahogy a Jézus Krisztus ment a templomba, galambok is édesanyja társaságában. Tehát azt, azt látjuk, hogy ez a, az esemény az amerikai küldöttségre is mély hatást gyakorolt, és amit itt a, a, küldöttség tagja leírt hatás, az valójában tényleg ők is akkor szembesültek vele, amikor már megérkeztek Magyarországra, és amikor látták, hogy ez milyen hatást vált ki a helyi lakosság köréből, és ezért gondolom azt, hogy Szimbolikus értelemben Kardák ország számára hosszú távon nézve ez mégiscsak egy ö, hibás döntés volt, hiszen meggyengítette azt az államhatalmat, illetve az államhatalomnak azt a vonását, amely azt azt a képet sugározta Magyarországról, hogy gyakorlatilag sikerült eltörölni a múltat, és ezeket az 1945 előtti reminisztenciákat, az új államát teljes mértékben meghaladta. És hát talán még egy gondolat ezzel kapcsolatban, jól tudjuk, hogy öt éve később 1983-ban mutatják be majd az István a király rokoperát, ahol egyébként a szerzőpáros, tehát a Szörényi bródi szerzőpáros bele is írta, ha emlékezünk a a darab elején van egy ilyen kérdésfelek dal, és ott benne van, hogy, hogy -e, itt választanál taktusban, hogy valakinek át kell venni a koronai ékszert. Tehát ezt érezték a szerzők is, hogy annyira egy fontos esemény volt ez, hogy gyakorlatilag bekerült a nagy történelmi képek, antológiák sorában. Tehát azt lehetne elmondani, hogy hogy ennek a jelentősége az valószínűleg túlmutatott 1978-on, és jó, bár jól tudjuk, hogy már ezzel kapcsolatban is már azóta vannak viták, de az István a az 1983-as recepciója, ahogy azt a lakosság akkor fogadta, az egyértelműen jelezte már megint azt a problémát, most a problémát szó nem negatív értelemben mondom, hogy való, valóban ö, sikerült az identitásváltást elérni a bolsovik államhatalomnak, vagy sem. És ezzel kapcsolatban mindenképpen azért kérdések merültek fel, mindenképpen újra elő kellett szedni a történeti hagyományal való kapcsolatot, és ebben a szerepben megint a koronaszimbolikus jelentőséget kell kiemelnünk, amely ezeket a problémákat, ezeket a gondolatokat egybegyűjtötte, és amelyek mind a két fél számára ö, nyilvánvalóvá tették, hogy nem lehet egyszerűen zárójába tenni egy népnek a múltját. Köszönöm szépen, hála Istennek a Szent Korona és a koronás jelvények most már itt vannak, méltó helyünkön vannak. Köszönöm szépen Ligeti Dávidnak, a Veritas Történetkutató Intézet Tudományos Munkatársának, hogy eljött és elmondta mindezt. Köszönöm szépen. Korvin Lapok. A Karcefem történelem óráját hallotta Papendrével.